A Kamaravirtuózok döntőjének színpadán Sárközi Lajos és zenekara.
kollégáim jelezték, a friss statisztika a kezemben van. Az első rész alatt 1 millió 230 ezer papír zsebkendőt használtak el. A második rész alatt viszont 2 millió csók csattant el. Mit szólsz? Jobban örültem volna, hogyha 2 millió 100 ezer, de hát nem megteszi a 2 millió is. Máskor. Erika. Hát sokan megjegyezték így az adás, az első adások után, hogy úristen, miért csak egy étteremben játszanak ezek a fiúk? És én arra gondoltam, hogy szerintem meg pont ez a jó, hogy étteremben játszottatok, mert valahogy így sokkal jobban megismertétek az embereket, a szívükhöz, az érzékeikhez való utat is hamarabb megtaláltátok, és nem baj az, hogyha ilyen magas színvonalú művészetet hallgattak ott az étkezés közben. És én azt gondolom, hogy a klasszikus zene jövője, ez az én véleményem, de a klasszikus zene jövője mindenféleképpen ebben a sokoldalúságban rejlik, amit ti is képviseltek. És sajnos nem az én szavaim, de én is így gondolom, Selmeci János egedű művész kollégánk mondta, hogy az igazi művészek azok, akik vissza tudnak térni a természet egyszerűségéhez. Hát, ti. Köszönjük azt szépen, Erika. János. Igazi léleksimogatás továbbra is, a legnagyobb elismerésem. Ez egy ilyen Vivaldi után, ami tényleg a klasszikus zenei értelembe véve az összes karaktert hoztátok, és igazán klasszikus zeneien adtátok elő, hogy most egyszerűen és röviden fogalmazzak, és utána egy ilyen vérbő muzsikát, ahol tényleg megirigattátok az embert, tehát ezt csinálja utánatok a világon bárki. Fantasztikus, bármi is történjen a versenyen, és bármi is legyen a végeredmény, azt hiszem mindenki számára bebizonyosodott, hogy Sárközi Lajos egy zenekara világszínvonal. István! Egy nagyon-nagyon rövid hozzáfűzni valóm lenne. Kívánom azt tényleg, és mindannyian kívánjuk azt, hogy pontosan a verseny végkimenetétől függetlenül nagyon magasra szálljatok, és én úgy érzem, hogy ez a rengeteg munka, mert azért azt tudni kell, a tehetség az 5%, de ez a rengeteg munka, amit belefektetettek, nagyon kívánjuk, hogy térüljön meg. Nagyon szépen köszönjük a zsűri biztató szavait. Önökön nyugszik minden, a világ sorsa is, de az is, hogy kinyerje a mostani kamaravirtuózok döntőjét, ha azt szeretnék, hogy Sárközi Lajosék legyenek, akkor nincs más dolguk, szavazzanak, küldjenek SMS-t, vagy használják a MediaClick Plus applikációt. Gratulálunk, Noémi, várt titeket!